Hello, hello, Longdar függő arcok, szevasztok, na figyeljetek, tudom, hogy furcsa egy kicsit, ugye, hogy nem az előző gameplayt folytatjuk, de folytathatnánk is igazából, de szerintem úgy nem valami nagyon nagy szám, hogyha nem, például nem támadnak az állatok, meg ha nem halok meg soha, meg annyi loot van, hogy nem tudom elvinni. Eddig az volt ugye az előző gameplayekben, hogy minden helyiségnél találtunk valami, vagy ilyen házba találtunk annyi lootot, hogy nem bírtuk elvinni, és ez teleraktunk minden szekrényt, meg ez is nincs értelme, nem? Most ebben mi a poén akkor, gyerekek? Hú, egyébként nézzétek itt a főmenüben ezt a házat, ezt kellene megtalálni, ez a legjobb ház itt a játékban. Na, srácok, azt gondoltam, hogy kezdjük újra, és akkor kicsit összeszedettebben megpróbálkozunk ezen a nehézségi fokozaton, itt ugye támadnak majd az állatok, úgyhogy kell vigyázni ezenre. Na, nagyon egy konfirmot, elindítjuk. És megmondom őszintén, úgy lesz ez, hogy ezen a helyen fogunk kezdeni. Igen, ezen a helyen fogok kezdeni. És itt tudom, hogy hol van nagyjából a puska, meg egy-két dolog, és akkor itt próbálunk majd felszerelkezni, és megyünk akkor tovább. Na, a hangerőt viszont fel kell nyomnom majd, srácok, hogy ne az legyen, hogy ne halljam meg, hogyha jön a farkas. Oké, srácok, akkor így lesz. Na, start! How long can you survive? Ho-ho-ho, gyerekek, ez ám a jó kérdés. Remélem, hogy nem 18 percig, vagy még rövidebb ideig. És tényleg megpróbálok nagyon-nagyon koncentrálni, akkor ki nem bohózkodjuk el, hanem ráfüggünk a dolgokra. Mi a szar? Sötét van? Ne. Nézzük, hogy hogy állunk. Minusz 23 fok van. Jó, nincs semmi cuccunk. Marhára nagyon óvatosan kell közlekednünk, gyerekek. Felveszem a fejlagatot a fülemre, és kicsit most akkor tényleg próbálok koncentrálni a hangokra, nem tudom az optionnél, hogy van a hang. Szóval, hát igen, látjátok ezt, hogy... Oké. Így. Nem tudom, mennyire hallatok így. Kellett volna egy hangtesztet csinálnom. Lehet, hogy egy kicsit lejjebb veszem, nehogy az legyen, hogy nem... hogy így elnyom a játék engem. Rohadt óvatosan. Folyamatosan figyelünk, mint az állat. Nem futhatunk. Többek között azért sem, mert akkor kifáradunk, ugye. Ott egy farkas kapásból. Elmegyünk arra ott, mint hogyha lenne valami nyiladék. Nagyon figyelünk egész végig. Most tényleg így megpróbálok egy kicsit boldogulni tovább. Remélem, hogy sikerülni fog. Ez iszonyatosan nagyon fázunk, gyerekek. És látjátok, hogy nem csak a izé, hogy az állatok nem támadnak, hogy ezen a módban már kapásból új, iszonyatosan fázunk. Minusz 24 fok. Na menjen a francba. Ez a randomitás, hogy a játékban azért eléggé kellemetlen, hogy kapásból most lerakott minket minusz 20 akárhány fokba. Nagyon óvatosan. Fülelek, mint az állat. Nem tudom, hol lehetünk. Mi volt ez a kopogás? Így van értelme ennek a játéknak, nem srácok? Úgy nincs, hogy nem tudnak támadni az állatok. Jó, semmi. Ezeket a gombákat összeszedem, nem tudom, hogy meg lehet enni, de igazából lehet, hogy így most nem annyira sok út lesz. Úgyhogy érdemes gyűjtögetni. Ott van egy szarvas. Viszont azt hiszem, hogy nem tudom, ott van valami. Nem tudom, hogy hol vagyok, komolyan mondom. Ez a nagy bajom. Abszolút nem tudom, hogy hol vagyok, pedig aztán ezt a mapot még ismerem is nagyjából. Hogyha valamit találnék, valami lakott helyet, vagy akármit, akkor biztos, hogy... Jaj, ebből nem tudok kinyelni semmit. Hány fokban? Jézus, ne! Meg fogunk fagyni. Elmegyek arra. Áh, ne! Nem akarok megfagyni, be kéne menni valami helyre. Fussak, gyerekek, futok! Futok, oké, hogy akkor ugye... Akkor ugye többet emésztünk kalóriát, meg jobban fáradunk, de legalább hamar érjünk el valami olyan helyre, ami... Hoppá, ezt fel lehetett venni, gyerekek, nem is tudtam. Mi ez?
Lehet, hogy begyújtani lehet vele. Most egyelőre nem szöregetem. Fagyunk meg! Gyerekek, fagyunk meg! Minusz... Majd elérte a testünk azt a hőmérsékletet, hogy elkezdett megfagyni. Nem örülök. Úgy sokkal érdekesebb ez a játék tényleg, hogy porázni kell. Meg mínusz kondíció 99%. De az nem olyan nagy gáz. Mondtátok, hogy ugye lehet felfele tölteni. Fogalmam sincs, hol vagyok. Hány óra van? Reggel 6 van. Az miatt van ilyen. Ez miért van ilyen iszonyat hideg. Mínusz 22 fok. Jaj, ne. Na itt kinézek. Látok-e valamilyen lakott területet. Semmi, abszolút semmi. Oké, megfagyunk, azt itt mondogatja a karakter. Azt a szarba vagyunk, gyerekek. Fogalmam sincs, hogy hol vagyunk, nem hiszem el, valami lakott hely, vagy valami legyen. Minusz 95, vagy 95%. Lehet fogadásokat kötni, hogy mennyit, meddig fogom kibírni. Kicsit kevesebbet pofázok most, hogy így játszunk, hogy halljam a farkasokat, meg a medvéket. Hát nagyon rácsöztünk, hogy pont ilyen rettentő hideg van, meg lakott lakóépület sehol. Farkas. Farkas vonyítás. Komolyan mondom, parázok, gyerekek, nem hiszitek el. De tényleg. 90%, meg fogunk fogyni, nem fogok találni egy rovat tüzét. Lakóhelyet. Ott van valami, nem? Mi az, mi az? Csak fa. Az mi kő? Nem hiszem el, sehol egy, semmi. Milyen erdőben vagyok egyáltalán? Hova keveredtem be? Fok 9%, kezdünk teljesen megfagyni. Gyerekek. Oda felmegyünk, megnézzük azt a helyet. Kicsit ismerős a hely. Nem tudom, hogy nem erre van az a kabin, az, ahol lehet fegyvert találni. Valamelyre erre. Majd mindjárt meglátjuk. Annak marhára tudnék örülni ám, gyerekek. Kalória. Jó, kezdjük éhesek is lenni. 1500 alá csökken, akkor így mutatja, ugye, hogy mennyi vagyunk. Van nálam kaja, ugye default van az emberkének kaja. És egyelőre nem használom el. Körül akarok nézni, hol a szarba vagyunk, gyerekek. Minusz 14 fok van már csak, de ilyenkor aztán már tök mindegy, mivel teljesen át vagyunk fagyva. Ott van lent egy épület. Én szerintem erre van az a kabin. Ahol ugye van a puska. Ott van. Nem? Nem. Itt van gyerekek, nem hiszem el, nagyon mázling van, de nagyon óvatosak legyünk. Elvileg itt lehet puskát találni. Nézzétek, füstöl a kémény, füstöl a kémény. Ezt akartam megmutatni nektek előző gameplayben, elbeszéltem. Jó, menjünk be. Jó, basszus. Na, milyen szerencsétlenül kezdtünk. Annyira szuperó vagyunk most. Jó, és akkor ilyenkor másztam, nem csökken 8, de csökken, be kellene gyújtani nagyon gyorsan. Van nálunk valami, amivel tudok gyújtani be, ugye? Van. Na, itt is vagyok, srácok, megnéztem, hogy frankó-e
a felvétel, hogy nem-e túl hangos a játék, de nem. Addig kiléptem, hogy tényleg ne az legyen, hogy befélelünk itt. Nem sikerült begyújtani a tüzet. Ott tartottunk pontosan. Mennyi? És most nem megy lefelé a kondícióm, ez érdekes. Akkor lehet, hogy már elég meleg van. Ugyan nagyon sokáig tart a tűzgyújtás ennek a srácnak. Eddig nem tartott ilyen sokáig, nem? Amikor Rizin játszottunk. Jó, oké, sikerült. Oké, akkor most eléggé jó idő van. Most nézzük körül, mindent elrakunk, mindent elpakolunk. Most aztán tényleg muszáj mindent nagyon megnézni, mert most nincs annyi lút a játékban szerintem. Jó. Amikor nem kell, akkor nem használunk például el dolgokat, ugye? Van itt egy... gyerekek, mi ez? Na, mindjárt átnézzük. Azt hiszem, hogy tudok talán horgászbotot csinálni. Ez különben az egyik legjobb kecó. Itt van minden. És van egy páncélszekrény is. Azt lehet, hogy és itt a puska, itt a puska. Én mindig annyira örülök ennek. És lőszer is van. Beszarás. Egy doboz lőszer. Oké. Szappan, azt nem lehet felvenni. Nézzük, nem hagytunk el semmit? Jó, azt hiszem, hogy nem. Jó, oké, akkor ez lesz ugye a főhadiszállásunk természetesen. Oké, jó, és akkor nézzük meg, hogy itt is vannak még dolgok, újságpapír, antibiotikum, meg még kötszer is. Oké, gyerekek, na, nézzük akkor, hogy mi van. Oké, most nem hiszem, hogy túl leszünk terhelve ebben a gameplay részben. Oké, ezt majd használjuk. Mennyi? 5 darab lőszerem van? Ez nem túl sok. Jó, és ez micsoda? Szerintem ebből tudok ilyen horgászbotszerű dolgot csinálni. Na, mindjárt megnézzük. Ja! Újságpapír és itt a szép. Hoppá! Hogy kell ezt? Hoppa! Gyerekek! Ezok attani kellőleg. Amikor jó. Nem tudom. Nagyon fülelek. És meg miért nem akar? Semmi történni. Hopp! Ez akkor eddig, ez jó, ugye? De most ilyenkor miért ugrik vissza? Ha? Érdekes, ez egyszer megcsinálta. Oh! Ez hogyha csak erre tekerem akkor? Mennyinél volt? 10? Ez akkor ez első az 8 lenne? Ha jól figyeltem, tekerek egyet rajt körbe. Az a 8 volt? De miért nem akar kinyílani? Akkor entert kell nyomnom, vagy mit kell nyomnom? Semmire nem reagál, miért nem? Abszolút semmire nem akar. Rákattolok, akármi, semmi nem történik vele. Ez nem tudom, hogy működik, nagyon jó van, ezt hagyom egyelőre, mivel itt fogunk éhen úgy látom ez alatt. Na, azt akartam megnézni, hogy nincsen valami olyan, hogy mit tudnék craftolni. Ja, ilyen kellene, ugye ez a horgászathoz, meg akkor a horgászbothoz mi kell még? Ezek a felszereléseink vannak. És akkor hook kell, meg line. A line-om sincsen. A line-t esetleg nem lehet? Miből lehet line? Az meg good-ból kell csinálnom. Hát igazából úgy látom, semmit nem tudok csinálni. Aha. Semmi extrát. Jó, van, oké. Hát akkor tovább kell állnom innen szerintem, gyerekek. Azt kellene csinálni. Nézzük meg.
Ja, éhesek vagyunk. Eszek egyet, meg iszok egyet, aztán megyünk tovább. Jaj, de jó, hogy van konzervnyitónk. Ú, basszus, nem tudom, meddig fogunk túlélni, gyerekek. Kicsit porázok ettől. Jó, nézzük meg a kaját. Nincs valami olyan, ami... Ú, basszus. Ennyi az összes kajánk, gyerekek. Na, ez már kihívás lesz. Ez már kihívás lesz az javában. És nincs késünk, vadászni se tudunk. Kaja ügybe. Még nincs semmi piánk, ez most komoly, már nincs vízünk. Basszus. Ez az összes kaja, és ez mi? Ez kaja. Jó, most levittük egy kicsit fáradtak vagyunk, nem vagyunk egyáltalán megfagyva. Úgyhogy kéne egy kicsit mozognunk. Melyik a fegyver? Ez a fegyver. Betárazunk ezt szerintem egy ilyen egylövetű vadászpuska. Nem, 5 darabot berakott. Nagyon tuti. Na, akkor meg tudjuk magunkat védeni. Várjatok, itt volt egy... Ilyen. Oké, a horognak megvan az anyag. Hogyha majd horgászni kellene, vagy annak azt támadna, ugye. Hoppá, ezt meg nem tudjuk kinyitani. Na jó, hát akkor megyünk. Megyünk ki, gyerekek, aztán vigyázzunk magunkra, megpróbálunk, ki tudok lőni, ugye, jobban van, jó. Oké, ha közelünkben érkezik valami farkas, akkor megpróbáljuk lelőni. Mert hogy van a kondíciónk? 81% sajnos, ugye pihenéssel tudnám ezt javítani, de... De hogyha elkezdek most pihenni, ugye aludni, akkor meg az lesz, hogy... Ott egy farkas. Akkor meg az van, hogy ugye nincs kajám, és én fogok veszni még álmomba is. Jó, menjünk. Erre van elvileg a bunker is valamerre, arra, hogyha átvágok, úgyhogy lehet, hogy el fogok menni egyet arra. Körülnéző. Hány fog van? Minusz 14. Hát ez a nagy szopás, hogy nincsenek megfelelő felszerelésünk, cuccaink. Hát el kell vennem a farkas fele. Ott, hogy megnézem, hogy van-e abban az épületben valami. Pedig ott fint, hogyha lenne valami. De talán egy ilyen döglött állat, esetleg. Hát, ez micsoda? Fa. Jó, ez jó. Tűzifa. És akkor jó, oké, ennyi volt. Ha jól emlékszem, néztem régebben egy ilyen videót arról, hogy hogy lehet eljutni a föld alatti bunkerbe, és úgy emlékszem, hogy erre lehet. Szóval itt egy kicsit megnézzük, körülnézzük. Az igazság, hogy az a probléma ezzel a föld alatti bunkerrel, hogy nagyon nehéz észrevenni. Mivel gyakorlatilag egy ilyen akna fedél a földön, meg ráadásul jó eldugva, úgyhogy remélem, hogy meg fogjuk találni. Milyen hamar fáradunk így, amikor nem izin játszunk, meg milyen hamar kezdünk megfogyni. Meg mint hogyha idegebb is lenne egyébként. Ha jól emlékszem, arra kell menni. Itt lemenni, és akkor arra meg felfele. Valami rémlik. Csak nehogy kitörjük a lábunkat. Megpróbálok sietni. Ugye, hogy ne fagyjak szét. Ott egy farkas, hoppá, hoppá. Elfeledkezek róla, hogy nem ízin játszunk, ugye? Ez micsoda? Semmi, egy gyökér. Hogyha közel ér a farkas hozzánk, az a gond, akkor nem tudtok semmit csinálni már a puskával. Akkor nincs rá esélyetek, mivel akkor megtámad és rátok ugrik, tehát akkor már csak a puszta kézzel tudunk valamit védekezni, amivel, ami nagyon necces. Ugye van rá esély, hogy el lehet zavarni a farkas, de általában nem nagyon. Mindenképpen egy vagy két farkas támadást, aztán végünk. Ah, már erre körülnézünk. Most annyira talán nem vagyunk átfagyva. Itt felmászok. Földön kell meglátni egy ilyen aknafederet. Azt hiszem valami fák vagy kövek mögött van, így ezen az oldalon. Hát remélem, hogy megtalálom. Arra nagyon kíváncsi vagyok. Még nem jártam ott soha. Valami ilyen rémlik, hogy a videóval srác ilyen helyre ment fel, és akkor meglátta az aknafedelet. Az a lényeg, ha magasra megyünk, akkor ugye... Akkor talán észrevesszük, így alattunk.
Nem, de azt viszont nem tudom, hogy ezek fixer, ezek vannak-e, ezek a föld alatti bázis, meg ilyenek, hogy ez mindig a mapon betöltődik, vagy esetleg csak ritkábban, vagy nem mindig? Na, ilyenekre nem tudom már a választ. Ú, de jó magasan vagyunk, gyerekek. Ja, itt voltunk, látjátok? Menjünk még egy kicsit felfele. Nem is tudom, hogy jártam erre. Különben. Ezt ismerem, ezt a mapot. Oda nézzetek, ott a kilátó. Ott a kilátó, oda átmehetnénk, nem igaz, gyerekek? Mit szólnátok? Még egy kicsit megyek feljebb, amíg bírjuk. Aztán akkor a kilátóhoz felmegyünk. Nagyon kíváncsi vagyok arra a föld alatti bázisra. Ahogy is kezdünk fázni. Nem is gondoltam, hogy ilyen magasra fel tudok jönni itt. Ó, nagyon fázunk megint. Ja, az lesz szerintem, a kilátóra fel fogunk akkor kapatni. Ez ugye egész babának tűnik. Tök jó, hogy lehet zoomolni ezzel a puskával. Igaz, hogy nem távcsöves, de valamennyit legalább zoomol rajt. És nem tudom, az a kilátót, azt hogy lehet megközelíteni. Még mindig nézegettem azt az oknát, hogy nem látom meg valahol. Az mi az a hely? Ajaj. Ilyen farkas üvöltés hangok vannak. Ezek között a fák között nem biztos, hogy egyből észre fogom venni a farkast, aztán akkor az csúnya lesz. Aha, épületek alattunk, gyerekek. Házak vannak alattunk, oda be kéne nézni. Kilutolni. Jó. Reggel 9 van egyébként is. Oké, gyorsan bemegyek oda, még nem vagyunk olyan állapotban, hogy fagynánk. Akkor így meg tudjuk menteni magunkat talán. Ott egy hulla. Körülnézzünk. Farkas komákkal ne találkozzunk. Jó. Kis srácok. Átkutatjuk, jó? Empty. Nem volt nála semmi. Nem tudok ide menni. Hajrá, jó, be. Aj, remélem nincs itt. Mennyi idő van? Mármint milyen idő van? Oké. Nem fogyunk itt, ugye? Minusz 2 fok. Hú, hát azért ez elég kellemetlen. Ez pont határ, és pont vagyunk. Úgyhogy innen húzni kell a francba. Nem tudjuk megoldani, hogy itt felmelegedjünk. Semmi, ugye nincs tűz, meg semmi. Flair. Konzervnyitó, elviszem. Igazából azt hiszem, hogy lehet ezekből is kinyerni ilyen alapanyagokat. Jó, hát itt semmi értelme, hogy itt vagyunk. Meg fogunk fagyni, úgyhogy húzás. Ilyenkor egyből hármas gomb és körülnézés. Szóval megtanultam, mert nem egyszer volt olyan, amikor kijöttem, azt a kapásból bedaráltak minket. Itt van még egy hulla. De előtte nézzünk körül, mintha ott ugye azok nyulak. Semmi nincs náluk. Hát igen, itt látni, hogy azért nem ugyanabban a kategóriában játszunk, mint amikor izin. Jó, húzzunk a francba, aztán próbáljuk meg lakott terület fele orientálódni. Felmegyek a dombra, hát ha látunk valamit, és úgyis arra van a kilátó is. 75% kondíció. Hát easy, egy abszolút nem jó ez a játék, gyerekek. Jó, legalább fel tudtuk térképezni ugye a környéket. De semmi, abszolút nem tűnik nehéznek ugye a játék. Minusz 15 fok van, ezelőtt ilyen 20 fokok volt. Komolyan, hogy tiszta nyári hangulat volt ebben a játékban, mikor easy játszottuk. Körülnézés. Semmi, akkor mehetünk, ugye. És hol a kilátó? Ott van azon a dombon, jó.
akkor arra megpróbálunk felmászni nagyon gyorsan. És akkor rendbe tudjuk ám hozni magunkat, mármint nem fogunk mi megdögleni így a hidegtől. Óvatosan, óvatosan. Itt van ugye, ja, itt van az írtás, és akkor itt jön a... Itt lehet felmenni, csak nekem innen le kéne valahogy kászálódnom. Én kitöröm a bokámat, azt tudja. Igen, és itt alul vannak kabinok. Mármint ilyen konténerházak, azokat majd meg tudom látogatni. Nem tudom, hol menjek le. Mit szerintetek? Képviselem, azt kitöri a lábat ilyen helyen. Jaj, nagyon fagyunk, menjünk, gyorsan felfutok a tetejére ennek az épület, vagy ennek a hegynek, aztán ott a kabinba el leszünk. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Itt nagyon nem szokott farkas lenni egyébként ezen az úton. Szerintem azért nem raknak időbe, mert gondolják, hogy nem szivatjuk meg annyira az emberkéket, hogy ne tudjanak ide feljönni. Főleg, hogyha ugye nincs puskájuk. Itt van általában egy hulla, azt hiszem, hogy az épület alatt. Meg a kabinban szoktak lenni dolgok, aztán még lőszer is szokott ott lenni, bár aztán mondjuk eddig még nem sokat lőttünk. Hogyha lenne egy késem, vagy valami olyasmi, akkor elkezdenék lövöldözgetni. Mert akkor ugye ki tudnám nyerni még a szarvasokból, meg a nyulakból, mindenből a kaját. Ami nagyon kevés van egyébként. Így. Milyen lehet ez hárton? Így legnehezebb fokozaton, srácok, azért. Vagy már kell egy kis tudás. És mínusz 11 fok van még ilyenkor is. Mármint így majdnem délbe. 11 órakor. The Long Dark. 65%. Most egy farkas megtámadna, biztos, hogy meghalni. Nincsen? Nincs. Jó, kinézek itt egyet. Ja. Köszönöm szépen, sokat nem látok. Na jó, menjünk azt, mert szét vagyunk teljesen. Nincs itt egy ember, itt szokott lenni egy hulla. Akkor ez, elvileg akkor ezek randomok, ezek a dolgok. Tényleg itt szokott lenni egy, na, meg kell kerülnöm ezt a követ, hogy fel tudjak menni. Nincs ugrás a játékban, az egy kicsit furi. Jó. Úristen, ez jó magas. Oké, hol ott a bejárat? Nagyon tuti gyerekek. És azt hiszem, hogy itt már kapásban igen, két fog van. Viszont lehet, hogy be kellene gyújtanom. Begyújtok gyorsan egy kicsit. Akkor hamarabb lesz meleg azért. Meg akkor hamarabb leviszi ugye a fagyásunkat, mert így még amikor hiába vagyunk két fokon, még így fagyunk meg. Nem a tüzelővel van problémánk, meg ugye, hogyha már egyszer begyújtottunk, levittük ezt a megfagyás szintet, akkor ugye akkor már ilyen vagyunk, nem megy lejjebb. De még egyelőre még megy lejjebb, amíg még szét vagyunk fagyva. Nem ilyen be tudja indítani. Egyébként ez a starting fire, meg ezek a kaja, meg kinyitás, meg minden sokkal tovább tart, mint easy. Oké, hány fok van? Jó, 7. 8 már emelkedik. Oké, és akkor nézzünk körül. Rádió. Soha nem működő rádió. Jó, oké. 59. 10 fok. Az mi? Ott egy lőszer, erről beszéltem, hogy lőszer szokott itt lenni. Konténer. Hát itt most olyan nem kell pokolni a cuccokat, mi gyerekek, hogy nem férünk el az inventoriba. Nincs olyan problémánk. Ó, az ajtót betehetnek. Nyitva van az ajtó. Konzerv, van kaja legalább, meg minden. És ez micsoda balta? Jaj, az nagyon jó. És azt hiszem, hogy akkor érdemes lesz vadászni. Azt hiszem, hogy ki lehet nyerni a baltával is a kaját az állatokból. Van itt tárgy is. Jó, mindent átnéztük. Átnéztük, 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 mindent átnéztük. És még ráadásul már nem is annyira fázunk, viszont már nézzétek, hogy elfáradtunk. Ugye easy-be végigfutottunk napon keresztül mindent, meg még éjszaka is úgy voltunk, hogy alig történt bele valami, mármint ez nem ment feljebb ez a fáradtság szintünk. Most meg ennyire szét vagyunk fáradva. Jó, kellene kajánom egyet, kellene. Ja, a kajáni kellene mindenképpen. Ennyi az összes kaján, srácok. Nagyon kemény, nem? Ez nagyon durva. Tea. Ja, hát ezt meg kell főzni. És ez ad valami ízét? Na nézzük, hogy lehet főzni itt, vagy hogy lehet ez.
Food. Itt a tea. Csukukuk. Ha kellene hozzá a víz, gyerekek. Nincs vízünk. Abszolút nincs vízünk, és a vizet akkor azt kell csinálni, hogy olvasztatni kell. Majd havat kell behoznom, kell olvasztanom, meg minden. De egyelőre vannak azt hiszem konzerv, és ez talán a szomjúságot is leviszi. Nézzétek, baltával is kinyithatnám. Választhatok, mivel akarom kinyitani. Baltával, vagy pedig konzervnyitóval. Fuck logic, mi? Jó, és akkor egy kicsit várunk, mert oké. Ja, oké, hát igazából szerintem az lenne a legjobb, hogy hát mondjuk ilyenkor pihenni, nézzük meg hány fog van odakint. Jó, olyan volna megtalálni azt, hogy mínusz 10 fok, úristen. Nagyon szar állapotban vagyunk, és nincs se, azt hiszem, hogy nincs is semmilyen ruhadarabunk. Nézzük meg. Minden egy rajtunk van. És jó le vannak amortizálva, 21% meg 49, meg ilyen. És nincs egy darab klotunk, ugye, amit ezelőtt annyi volt belőle, hogy nem tudtuk hova pakolni. Ja, és nézzétek. Csökken a hordozható cuccaink mennyisége, mert annyira fáradtak vagyunk, nem bírjuk el. Hát ez sem volt benne ez alatt. Na jó van, oké, akkor szerintem elbúcsúzok, srácok, aztán alszunk egy kicsit, mert ez egy nem állapot. Egy órát mindenképp alszok, hogy ugye mentsen a játék. És akkor megnézzük, hogy az mennyit tölt vissza a fáradtság szintünkön. Hát nem sokat, gyerekek, nem sokat. Jó. Farkas üvölt is, nagyon szuper. Jó, most srácok, mínusz 2 fok van, megint kezdünk kézzel fázni. Tök durva. Ezelőtt itt bent a kabinokban soha nem volt az, hogy mínusz fok volt. Nem kis pálya így azért túlélni. Na jó, elbúcsúzok srácok, nem akarom olyan hosszúra húzni. Mindenképpen a következő részt azt azzal fogjuk kezdeni, hogy akkor kipihenjünk magunkat, és nézek róla térképeket, videókat, mindent feljegyzetelem magamnak, hogy hol van az a titkos föld alatti bunker, amiről beszéltem, hogy van a játékban, ami tényleg egy ilyen túlélő bunker, amit valaki oda létrehozott, és le lehet menni. Igaz, hogy sötét van, de lehet találni ott jó cuccokat. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a gameplay, és akkor folytatás következik. Sziasztok!